Vagy itt először? Igen. Na, és mit várt ettől hát, a vitorlázástól? Hát azt, hogy majd egyszer megtanulok vitorlázni rendesen, és 1-10-ben majd remélem bent leszek, és hát... Apukád is vitorlázik? Igen. Na, akkor van honnan tanulni, ugye? Hát van meg itt van ez a nagyon jó edzőnk is, aki nagyon sokat szokott tanítani minket, és hát... Na, többiek is gyertek ide, meséljetek ti is. Ti már régebb óta jártok? Már négy éve Téged járok hívnak? Már. Gyap és Balázs. Négy éve jársz már? Igen, ez a negyedik év. És mit tudsz? Mit tudsz már? Hát, milyen eredményeid vannak? Hát Magyarország ranglistán harmadik vagyok, aztán hát 2006-os magyar bajnokságon harmadik lettem serdülőbe. Gratulálok! Meg 2006-2007-ben csapatbajnokok vagyunk. Fantasztikus! Az Attila mit szokott nektek mondani, mikor edzés van? Mi a legfontosabb? Mik a hibáink, mit kell javítani? Na és neked mik a hibáid? Hát az erőszélben vannak néhány hibáim. Aztán hauzolásnál vannak hibáim. Húha, azt nem értem, ezt magyarul mond. Ez mit jelent, hogy hauzolásban? Mit jelent? Hát hátszélben a fordulás. Erőszélben pláne nehéz, ugye, mert hátulról fúj a szél, a hajó be tud túrni, a vízbe fel tud borulni. De a pálya, vagy a futam verseny során szükség van megfordulni, tehát a másik irányba menni, és ezt hauzolásnak hívjuk, amikor széllel szemben vagyunk, akkor meg fordulásnak. És ugyanaz a kettő, csak az egyik széllel szemben történik, a másik meg az hátszélben. A hauzolás. Ugye a Balaton a jellegzetes kis közép erősségű szél fúj, viszont külföldön, nemzetközi versenyeken meg közép erős szél. Tehát a lehetőség van, akkor azonnal megyünk ki viharjelzésben, erőszélben edzeni, és nyomni keményen az erőszeles edzéseket. És ki az, aki már beleborult? Kisebb. Igen, nem volt nem már? Volt, volt. Persze, mindenkinek. És jól tud mindenki úszni, mondanom. Igen. Mi történik ilyenkor, ha valaki beleborult? Felmászunk a svertel, és akkor így magunkra húzzuk a hajót a svertnél. Így. Így döntjük. Tehát senki nem ijed meg? Nem. Tehát akkor összeszerelik a vitorlákat, kibontják a hajót, mindenki a hajóját beállítja a szélnek megfelelően. Igen, aztán átöltöznek. Miben öltöznek át? Hát jó az a vitorlás, csak az öltözködés ne legyen a ugye, hogy milyen idő van, igen. Hideg, meleg, fúj a szél, esik. Most egy közepes idő, mondjuk meleg idő van, kezdünk belemenni a nyárba. Nagyon sokféle ruha létezik. Mindet ugye nem lehet megvenni, van egy ruha, a száraz ruha, a trokán, annak az a lényeg, hogy a kéz és lábfejeknél van, a nyaknál gumi zár van, nem tud befonni a víz. Ez a téli, őszi ruházat, és van egy nyári, a béka, mint a búvárok is, amit használnak, ez a neoprén jellegű ruházat, az egy kicsit könnyebb, tehát az egy nyári viselet, ezt a kettőt szokták hordani. De most melyiket fogják? Most szerintem már a nyárit fogják felvenni. Kinek milyen gyermeke jár ide? Egy 10 és egy 14 éves gyerekem jár ide. És önnek? Nekem meg egy 10, meg egy 12. És honnan hozzák a gyerekeket? Honnan hát jönnek? Mi Solymárról. Hát mi Budaörsről, de Balaton-Almádiban van egy nyaralom. Uh-huh. És honnan tudtak erről a vitorlás tanfolyamról? Hát az a helyzet, hogy azért a Balatonon nincs olyan nagyon sok vitorlás tanfolyam, és ennek azért igen jó híre volt már évekkel ezelőtt is. Nekem a férjem is vitorlázik. Szerintem te is vitorlázol. Igen, hát én a 30-as cirkáló osztályban vitorlázom. Ja, hát akkor nem véletlen. Nem véletlen. Nyilvánvalóan egy családi örökség a gyerekeknek. Mi Füszfön élünk. Tehát akkor ismeri a... Igen, már régóta ismerjük a klubot. A fiam is egy vitorlástáborral kezdte, aztán egyből beleszeretett, úgyhogy könnyű volt a lépés. Lépés megtenni, hogy tovább folytassa ezt a sportot. Mit tud az Attila? Mi az, amiben ő jó, mint edző? Jó, hát ezt az eredmények mutatják, hogy mint edző miben jó. Hát azon kívül a vitorlázás egy rendkívül összetett sport.
Tehát nagyon sok egyéb sportág kell, hogy megalapozza, jó állóképességgel kell rendelkezni, ehhez sokat kell futni, úszni és mindenféle kiegészítő sportokat végezni. A vitorlázás csak a sportágnak, illetve a sportnak a csúcsa, ahol ugye a szellemi képességek és a fizikai képességek összpontosulnak. Egy versenypályát át kell látni, aki volt már versenypályán, vagy ugye el tudja képzelni, hogy három bolyát kitesznek térben, azt érzékelni kell, hogy a szélviszonyokhoz képest hogyan kell a bolyát megközelíteni. Nagyon sok vonatkozásban fejleszti a gyermekeket egyébként. És hát egy nem elhanyagolható eleme ennek a sportnak, hogy egy életen át lehet csinálni. Az anyukák rámerik bízni a gyermekeiket az Attilára? Teljes mértékig. Hogy bánik ő a gyerekekkel? Hát néha szigorúan, szerintem néha egy kicsit túl szigorúan is, de kell. Tehát amikor együtt vannak tizen, akkor kell. Időbe kell lefeküdni, nem szédeleghetnek össze-vissza, együtt kell menniük vacsorázni, együtt kell a hajószerelést csinálni, mert egy verseny előtt nincs idő külön-külön mindegyik gyereket összefogdosni egy kikötőbe.